Wolfgang Amadeus Mozart. 1756. január 27-én Salzburgban született. Az édesanyja, aki maga is muzsikus volt, 2-3 éves korában kezdte tanítani, és Mozart olyan gyors iramban haladt, hogy előbb megtanulta a kottát olvasni, mint a betűket. 3 évesen tisztában volt a hangközökkel, a skálákkal, a harmónia szabályokkal, sőt, már komponált is. 5 éves korában pedig kész érett pódiumművész volt, mint zongorista. Az édesapja meg akarta mutatni tehetségét a világnak, mivel tudta, hogy csoda gyerek. És 1761-ben európai hangverseny körútra indultak, amely teljes 8 évig tartott, és ennek során bejárták szinte egész Európát. Hangversenyezett Münchenben, Bécsben, azután különböző német városokban, Frankfurtban, Mannheimban, Regensburgban, stb. 1763-ban Párizsban mentek, és kb. 6 hónapot töltöttek abban a városban. A párizsi tartózkodása azért jelentős, mert túl a sikereken itt adták ki az első műveit nyomtatásban, és ezek fuvola, hegedű és cselló szonáták voltak. 1764-ben Londonba mentek, ahol szintén 7-8 hónapot töltöttek el. Ez is jelentős volt, itt írta meg Mozart az első 3 szimfóniáját, amelyeket később nem sorolt be a nagy szimfóniái közé, de már ezek is teljesen hibátlanok. Még egy jelentős esemény volt, ott ismerte meg Bachnak a legfiatalabb fiát, Johann Christian Bachot, aki akkor már Londonban élt, de mielőtt ott megtelepedett, hosszú időn keresztül Itáliában élt, és mivel opera komponista volt, átvette az olasz opera stílusát, amelyet azután az egész életén át képviselt. Mozart, amíg Londonban volt, a tanítványa volt a Christian Bachnak, tőle tanulta meg és vette át az olasz opera stílust, amelyet azután az egész életén át képviselt. Végül 1768-ban visszatértek Bécsbe. Az osztrák császár felkérte, hogy írjon operát, ekkor írta meg a La Finta Semplice, Színlelt Együgyűség című 3 felvonásos vígoperáját, amelyet a bécsi udvari opera nem akart előadni. Ez volt Mozart számára az első nagy csalódás. Ezután végre hazamentek Salzburgba, viszont Mozart annyira el volt keseredve, az apja elhatározta, hogy elviszi Itáliába, ugyanis a zene igazi hazája. 1770. januárjában megérkeztek Itáliába. Bejárták az összes nagy zenei központot, Milánót, Velencét, Firenzét, stb. Mindenhol hangversenyezett és mindent csinált, és nagy sikerei voltak. Milánóban ismét opera megbízást kapott, akkor írta a következő operáját, aminek a címe Mitridates király történelmi témájú operáját. 1770. december 26-án volt ennek az operának a bemutatója nagy-nagy sikerrel. 1771-ben visszamentek Salzburgba, és Mozartot kinevezték az udvari zenekar karmesterévé, mint hegedűst. Mozart nem szerette Salzburgot, mert a zenei élet nagyon szegényes volt, és szeretett volna eljutni egy nagyobb európai zenei központba. 1773-ban Münchentől kapott opera megbízást, ekkor születik a következő szintén vígoperája, az Álruhás kertészlány. A bemutató nagyon sikeres volt, és utána a kritikusok azt írták róla, hogy valószínűleg a legnagyobb zeneszerző lesz belőle, aki valaha élt a földön. 1777-ben szabadságot kért a salzburgi herceg érsektől, hogy európai körútra menjen, elment Münchenbe, ahol azt mondták, nincs állás a számára, utána ment Mannheimba, ahol ugyanezt a választ kapta, ment tovább Párizsba, ahol valaha nagyon nagy sikerei voltak,
Valaha azóta kinőtt a csoda gyerek sorból. Hidegen fogadták. A párizsi út szintén kudarc volt, egyetlen sikere a D-dur úgynevezett párizsi szimfónia volt, amelyet 1778. januárjában mutattak be Párizsban nagy sikerrel. Felajánlották neki a Versailles-i organista állást, de annyira alacsony fizetése, hogy nem fogadhatta el. 1779-ben visszatért Salzburgba és folytatta a munkáját. 1780. novemberében újra Münchentől kapott opera megbízást, ekkor készült el az Idomeneo történelmi témájú operája, amit 1781. januárjában mutattak be nagy sikerrel. A bemutató után Mozart elhatározta, hogy többé nem megy vissza Salzburgba, elköltözött Bécsbe, és életének hátralevő 10 esztendeit abban a városban érte le szabad művészként. Mozart és az opera. Az opera művészet Mozarttal támadt igazi életre. Mozart volt az első komponista, aki felismerte, hogy az opera művészetben óriási lehetőségek vannak a jellemek teremtésére, akik úgy élnek és mozognak a színpadon, mint a való életben. Mozart rájött arra, hogy az énekeseknek a színpadon emberi sorsokat kell ábrázolniuk, méghozzá jó és rossz sorsokat. Olyan embereket, akik jó vagy rossz eszközökkel, jó vagy rossz célokért küzdenek. Vagyis olyannak ábrázolta az embert, amilyen a valóságban. Nem csak szövegkönyveket komponált meg, hanem jellemeket teremtett operáiban. Mozart összesen 19 színpadi művet írt, ezek közül 5-nek a szövege német, 1-nek latin, a többi pedig kivétel nélkül olasz nyelven van. 1782-ben megírja az első igazán nagy operáját német nyelven, 3 felvonásban, a címe Szöktetés a szerályból, Víg opera. Nagyon nagy sikere van a bemutatón, maga az osztrák császár is le volt nyűgözve, hogy micsoda remek mű. Ezután bukkant fel Bécsben egy nagyon különleges és színes egyéniség, Lorenzo da Ponte. Ő tehetséges drámaíró volt, akit 1783-ban kineveztek bécsi udvarköltőnek, ekkor kerültek kapcsolatban Mozarttal, határozták el, hogy közösen írnak operákat, vagyis da Ponte a librettót, Mozart a zenét. 1785 végén megkapta az első zseniális librettót, amelyre egy még zseniálisabb Víg operát írt. 4 felvonásban, olasz nyelven a címe Figaro házassága. 1786. május 1-én volt a bemutatója, nem különösebb sikerrel, a forradalmi tematika miatt. A bemutató után 2 teljes évig nem adták elő a Figarót, viszont előadták Prágában nagyon nagy sikerrel, és akkor kezdődött Mozart és Prága kapcsolata. A következő nagy operáját már Prága számára írta a Don Juan, zárójelben Don Giovanni, amelyet olasz nyelven ír meg 2 nagy felvonásban. 1787. október 29-én mutatták be nagyon nagy sikerrel Prágában. Az osztrák császár értesült az opera nagy sikeréről, és látni kívánta Bécsben is Mozartot, elkészítette a bemutatót, és Bécsben ennek sem volt sikere. A közönség azt mondta, hogy erkölcstelen az opera. A 80-as évek végén Mozart magán élete már kezdett meglehetősen tragikussá válni, az a könnyelmű életmód miatt, amelyet a feleségével együtt éltek. Nyomorogtak, és sokszor nem volt mit enniük. Mozart akkor hangverseny körútra ment, az út fáradtságos volt, de anyagi eredmény nélkül. 1789-ben újra az osztrák császár rendel nála operát, és ekkor írja meg a Così fan tutte, Mindig csinálják a nők, című vígoperát, olasz nyelven, amelynek a bemutatója 1790. január 26-án volt. Londonba hívta Haydn, de nem ment. 1780 táján Salzburgban ismerkedett meg Emmanuel Schikaneder
drámaíróval, aki később szintén Bécsbe költözött, és ott telepedett le, és a város szélén kibérelt egy kis színházat. Mivel Bécsben akkor még sok színház működött, és nagy volt a konkurencia, Sikander tudta, hogy csak akkor tarthatja fel magát, ha állandóan valami szenzációval szolgálja a közönséget. Így jutott eszébe Mozart, hogyha tőle rendel operát, az biztos odavonza a közönséget. Ő maga állította össze a librettót, és nagyon szép mese nyomán, amely a varázsfuvoláról szól. Elment Mozarthoz, és átadta neki a librettót, aki kezdetben idegenkedett tőle, mert azt mondta, hogy még soha nem írt meseoperát, és ez nem az ő világa. Mozart végül mégis megszerette a librettót, és megzenésítette, így született meg az utolsó nagy operája, a Varázsfuvola, amely német nyelven íródott két felvonásban. A bemutatója 1791. szeptember 30-án volt, Sikander színházában nagy sikerrel. 1791 nyarán egy ismeretlen megrendelő Requiem írásra kérte fel Mozartot, mivel akkor már súlyos beteg volt, úgy gondolta, hogy ez a sorstól jövő intés, és hogy a művet a saját halálára kell megírnia. Nem tudott szabadulni ettől a gondolattól, és még ágyba fekvő betegként is a Requiemen dolgozott, amelyet azonban mégsem tudott befejezni, mert 1791. december 5-én meghalt. A Requiemet Franz Xaver Süssmayer fejezte be, aki Bécsben működött, mint karmester, és Mozartnál kompozíciót is tanult. Süssmayer Mozart vázlatai alapján egészítette ki a művet, valószínűleg a Sanctus és Agnus Dei egyes szakaszait hangszerelte meg, amelyek befejezetlenek maradtak. 12 numeróra osztotta fel a Requiemet az előadói együttes szoprán, alt, tenor és basszusszóló, vegyeskar, zenekar és orgona.